Igazán szerencsésnek mondhatja magát az a művész, akinek mostanában nyílik kiállítása. A múzeumok és a művelődési házak zárva, így marad az online tér. Vagy mégsem ez az egyetlen lehetőség? Köszöntöm nézőinket! Kulturális magazinunk mai adásában Sinka Péter grafikus művész kiállítását ajánljuk figyelmükbe, amelyet, ha kedvet kapnak hozzá, személyesen is megnézhetnek a jelenleg is nyitva tartó Szoboszlai galériában. Vendégünk lesz Farkas Róbert zenész, zenetanár és egyik tanítványa, akikkel arról beszélgetünk, hogyan boldogulnak a járványhelyzetben. Majd visszatérünk a Sorkatona Múzeumba, ahol az is kiderül, miből készültek annak idején a leszerelő zászlók. Remélem, velünk tartanak. Természeti formák mintázataiból merít inspirációt, és a létezés törvényszerűségeit mutatja be a grafika eszközeivel Sinka Péter. A Szolnoki Képzőművészeti Társaság tárlatán is díjazott fiatal művész alkotásaiból a Szoboszlai Galériában nyílt meg a járvány miatt már többször is elhalasztott kiállítás. Ez a linometszet egy 2017-es grafikai biennáléra készült, ahol az volt a téma, hogy teljesség. És azon gondolkoztam, hogy mi az, ami ezt leginkább kifejezhetni, és meg volt adva egyfajta segítségként Vörös Sándor a Teljesség felé című írása. És én azt elolvastam, és én arra gondoltam, hogy egy kicsit a valláshoz, a teológiához nyúlok hozzá, és én ezt a hindu vallásban találtam egy olyan témát, ami engem nagyon megihletett. A Bráma, a teremtő istennek a hát gondolat köréből merítettem, és itt ugye az egy pontból kiáramló energia, ez a rebbenés, lebegés, amit én itt szerettem volna megjeleníteni, de mindezt úgy, hogy ne legyen ez konkrétan látható, hanem inkább egy ilyen természeti formára hasonlítson, mint egy ilyen leeső levél, vagy egy ilyen rebbenő, valamilyen könnyű dolog. Sinka Péter 18 évesen egy Dürer albumot nézegetve döntötte el, hogy grafikával fog foglalkozni. A színeknél azóta is sokkal fontosabbnak tartja a formát, a kontúrvonalat és a kontrasztokat. A Szolnoki Képzőművészeti Társaság 2019-es festészetnapi kiállításán a zsűri döntése alapján elnyerte a Szoboszlai Galéria díját. Az elismerést átadó galéria tulajdonos azóta szerette volna bemutatni a látogatóknak a fiatal szolnoki grafikus művész alkotásait. Kimondottan szeretem a grafikákat. Mindig is szerettem, fiatal koromban is, azóta is otthon is vannak, úgyhogy én vonzódom a grafikákhoz. Szerintem mást tud, mint egy színes tájkép, vagy egy portré, vagy egy csendélet. Izgalmas, főleg úgy, ahogy a Péter dolgozik. Én mindig a természetből indulok ki, tehát a természeti formáknak a rajzolatai, a természeti erőknek a mintázatai, amik nekem grafikailag nagyon izgalmasak, és akkor ezeket igyekszem némi spirituális töltettel is átítatni. A járvány miatt többször is elhalasztott kiállításának az alkotó az Ion címet adta. Azért Ion, mert engem nagyon érdekelnek a mikro és a makrokozmosznak a párhuzamai, a kvantumvilág jelenségei, és ezt a témát én leginkább a filozófia és a pszichológia, a psziché oldaláról közelítem meg, és hát természetesen ez egy szubjektív érdeklődés, hiszen a fizikai oldalát azért elég kevesen értik a világon. Ezek a rezdülések, a hullámzó mozgások, nekem nagyon izgalmas, hogy megjelenik a természetnek a nagyon sok szegmensében. Az elsősorban linómetszéssel foglalkozó művész a grafika számos más módszerét is használja az élet és a természet törvényszerűségeinek érzékeltetésére. A most bemutatott képek között találunk például tollrajzot, fametszetet és monotípiát is. A monotípia az egy olyan lenyomat, amiből csak egy készül, mert egy eredeti példány lehet belőle.
és itt nylon zacskókat festettem be nyomdafestékkel, és azokat nyomtattam le a présgép segítségével, és hát nagyon sokat csináltam, tehát szerintem hogy 80-at biztos. Abból kiválasztottam azt a ötöt, ami nekem a legszimpatikusabb volt, utána itt még tollal, tussal még rá dolgoztam egy kicsit. Nyilván ez egy olyan módszer, amiben azért nagyon sok a véletlenszerűség, én azért szerettem jobban kontrollálni a dolgokat, de egy kicsit jól esett, hogy ilyen más módon lehet ezt megközelíteni, ezt a témát. Sinka Péter monokróm stílusában mégis sokszínű alkotásai február végéig láthatóak a Szoboszlai Galériában. Egy ideje nélkülöznünk kell az élő koncertek élményét, és várhatóan ez egy darabig még nem változik. A zeneoktatás azonban nem állhat le, hiszen ezen a téren is szükség van az utánpótlásra. Arról nem is beszélve, milyen jó hatással van a zenetanulás a gyerekek fejlődésére. Erről is beszélgetünk hamarosan vendégeimmel, de előtte nézzük meg együtt a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek karácsony előtt készült videóját. Vendégem a stúdióban Farkas Róbert, zenész, zenetanár és egyik tanítványa, Vona Bálint. Köszöntelek benneteket. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és köszöntöm a Szónok Televízió nézőit. Tavasszal, ahogy minden oktatási intézmény, a zeneiskola is bezárt, és hirtelen kellett átállnotok az online oktatásra. Ősszel, mint tudjuk, hagyományosan kezdődött a tanév, most pedig vegyes rendszerben folyik. Ez mit jelent? A kezdeti időszakról beszélnék egy picit. Nagyon nehéz volt átállni, ugye ezt nem csináltuk előtte. Szerintem minden iskolában nehéz volt, nálunk is sok nehézségbe ütköztünk. Főleg azért, mert tehát a zenetanulás az nem olyan egyszerű, hogy elmondja az ember a szöveget, vagy egy feleletet ad, hanem a zenét azt egészen más online rendszerben tanulni és tanítani. Most jelenleg olyan megosztással vagyunk, ahol az általános iskolások bejárhatnak az iskolába, a középiskolások és a nagyobbak viszont nem. Tehát őket tanítjuk online, nem egyszerű, tehát az együttzenélés az megszűnt ebben az esetben, mert óriási késések vannak a hangban, sokszor a képben is, nem mindenhol ugyanolyan az internet, nem adottak a feltételek, van, aki telefonról tanul, vagy telefonról oldja meg az online órákat, van, aki számítógépről, és ez hát nem teljesen ugyanolyan minden növendéknél. Viszont jelenleg ez az egyetlen lehetőség, ahogyan tanítani. Legalább kézben van a hangszer, tudtok. Mondhatjuk ezt is. Így van. Bálint, te középiskolás vagy, a Verségi Ferenc gimnáziumba jársz, így tehát van. A középiskolát is online
végzed ezekben a napokban, és a zeneiskolában is online tanulsz. Mesélj erről nekünk egy picit, hogyan néz ki egy online trombita óra? Összességében általában nálunk ez úgy működik, hogy egyeztetünk egy időpontot Robival, tanárommal, hogy melyik nap hány óra körül lenne nekünk a legjobb mindkettőnknek. Ugye olyankor már Robinak nincsen élő, esetleg más online órája, nekem sincsen már iskolám, szabad időben vagyok, úgyhogy le tudok ülni a gép elé, és játszhatunk egy kicsit. Értem. Hozzád fordulok újra, Robi, a zenetanár szemével. Milyen nehézségei vannak egy online órának? Hát, amikor mondjuk egy növendék játszik, és ő el van foglalva azzal, hogy nézi, esetleg mondjuk a telefonról nézi a kottát is, vagy a számítógépről, nincsen kinyomtatva neki, vagy nincsen otthon nyomtatójuk, vagy nem sikerült neki kinyomtatni, és el van foglalva azzal, hogy ő mit csinál, és ráadásul hallja is a magát, hogy ő trombitál, azt viszont nem hallja, hogy én szólok. És van valami hiba benne, akkor valamikor egy fél percen keresztül hadonászok, vagy próbálok szólni neki, nem is látja és nem is hallja. És így nagyon nehéz a hibákat kijavítani, nagyon nehéz bármit kezdeni. Hát, pedig tudjuk, hogy interneten már mindent meg lehet tanulni, zenét is nagyon sokan videókból tanulnak, de nyilván azért ez élő kapcsolatban ez egészen más, igen, természetesen más. Ilyen nehézségekbe ütközünk, hogy nem, tehát az a kapcsolat, az, ami az órán megvan, az a személyes kapcsolat, az az interneten keresztül ez nem valósulhat meg. És így nagyon sok hiba lehetőség van, nagyon sok olyan probléma van, amit nem tudunk hirtelen kijavítani. Voltak olyan esetek, hogy egy lány trombitált, és körülbelül a felét játszotta el a darabnak, és én már körülbelül egy fél perccel próbáltam leállítani, vagy szólni, hogy egy előjegyzés. Felhívni magadra a figyelmet, igen, hogy te is, hogy itt vagy. Ritmus vagy előjegyzés nem volt teljesen korrekt, és mire leállt az igra, tulajdonképpen sokat el is felejtettem, hogy milyen hibák voltak. Tehát nem olyan a kapcsolat, mint a órán, amikor szólok, és akkor meg is hallja, vagy látja, hogy én szólok neki. Ez itt nem valósulhat meg. Az együttzené és a kamarazene az abszolút nem. Térjünk át egy picit a hangszerre, hoztad is Bálint magaddal a hangszeredet. Mikor kezdtél trombitán játszani, és miért ezt a hangszert választottad? Hát, emlékeim szerint ilyen 8 éves lehettem, harmadikos általános iskolában. Bejöttek a Bartók Béla zeneiskolából a zenetanárok, akik különböző hangszereket bemutattak, nekünk rááldoztak erre egy 45 percet, fél órát. Nekem már akkor nagyon megtetszett eleinte a vadászkürt, ezzel mentem, állítottam haza édesanyámhoz, hogy szeretnék elkezdeni zenélni. Majd körbejártuk, megkérdeztünk mindent, és édesanyám, egy kedves barátnője mondta, hogy Farkas Róbert tanár úr, ott van Bartók Béla zeneiskolában, trombita, majdnem vadászkürt, és legjobb tanár, úgyhogy oda kell mennem. Azt jól tudom, hogy ezt a hangszert megfújni is nehéz úgy, hogy hang jöjjön ki belőle. Neked rögtön sikerült? Hát, ha minden igaz, igen. Én is így, igen, emlékszem, hogy, igen, belefújtam. Igen, rögtön. És fújtam rögtön egy szép kerekteli hangot, már akkor is. Milyen adottságokkal kell rendelkezni egyébként egy kisgyereknek, aki trombitálni szeretne? Hát a fizikum természetesen az egyik fontos tényezője, a másik az a hallás és a ritmusérzék. Jól énekel, vagy jól tapsolja vissza a ritmust, akkor ez már azt sejteti, hogy ő tehetséges a hangszeren. Persze más hangszerhez is lehet tehetsége, lehet, hogy pont nem a trombitához, hanem mondjuk a dobhoz, vagy a zongorához, vagy fúvolához, az később kiderül. Még annyit szeretnék mondani, hogy ebbe az online rendszerbe a hangszer karbantartás az nem olyan egyszerű dolog, mert hogy nem tudunk úgy találkozni, vagy volt olyan, hogy parkolóba olajoztam be az egyik fiúnak a hangszerét, és most is, mivel Bálint nem jár be hozzám, én készültem egy olajjal, egy trombita olajjal, és hogyha lehet, akkor itt adásban be is olajoznám a hangszert. Azt hiszem, hogy erre nem sok időnk van, viszont úgy tudom, hogy próbálod a könnyű zenét is egy picit a klasszikus zeneoktatásába becsempészni. Erről még, ha röviden mondanál nekünk egy gondolatot. Nekem a szívem csücske mindig is a könnyű zene volt, illetve hát nagyon fontos szerepet játszik az életemben, és én úgy gondolom, hogy a zenéhez nem csak a klasszikus zenén keresztül vezet az út, hanem a könnyű zenén is. És a Big Bandet is ugye csináljuk már évek óta,
de én az órákon is becsempészem a könyvzenét, vagy filmzene keretein belül, vagy különböző stílus gyakorlatokon keresztül. És mivel ez, én úgy gondolom, hogy ez hiányzik Magyarországon, ez a fajta, ez a trombita iskola, és én elkezdtem egy ilyen trombita iskolát írni, haladok vele, de még egy nagyon hosszú folyamat, amíg ez elkészül. Értem, kitartást kívánok a munkádhoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és nagyon remélem, hogy legközelebb egy élő koncerten találkozunk. Folytatjuk műsorunkat. Következzen egy felvétel a színészek kedvencei közül. Köszöntöm a kedves nézőket, Ónodi Gábor vagyok, és fogadják tőlem szeretettel Petőfi Sándor a Négy ökrös szekér című versét. Nem Pesten történt, amit hallotok, ott így regényes dolgok nem történnek. A társaságnak úri tagjai szekérre ültek, s azon menének. Szekéren mentek, de ökörszekéren, két pár ökör tevé a fogatot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Világos éj volt, a hold fennvala, halványan járt a megszakadt felhőkben, miként a bús hölgy, aki férjének sírhalmát keresi a temetőben. Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön, s vett a füvektől édes illatot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. A társaságban én is ott valék, és valék szomszédja éppen Erzsikének. A társaságnak többi tagjai beszélgetének és énekelgetének, én ábrándoztam, és szóltam Erzsikéhez, ne válasszunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Ne válasszunk magunknak csillagot, szólnék én ábrándozva Erzsikéhez. A csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez, ha elszakaszt a sors egymástól minket. És választottunk magunknak csillagot. Az országúton végig. A szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Még január elején járta be Torda Ferenc kollégám a szolnoki hat kiegészítő parancsnokság épületében található múzeumot. A gyűjteménykezelő kíséretében tett túra első két részét korábbi adásainkban láthatták. Most a befejező rész következik, amelyben a sorkatonaság történetét idézzük fel. A sorkatonai szolgálat a Magyar Királyság területén, ugye az Osztrák-Magyar Monarchia idejében kezdődött, és onnan tartott egészen 2011-ig. Mm-hmm. Ugye ez 136 évet ölel föl, ez a nagyon rövid, de ugyanakkor nemes történetünk. Itt kezdődik ugye az Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, itt még ugye a színes egyenruhák dominálnak, ugye a világoskék, sötétkék. Nyilván ennek ugye megvolt egykoron a célja, hogy a harctéren a katona minél hamarabb megtalálja a saját alakulatát. Mm-hmm. Ugye egykoron minden nagyobb birodalomnak megvolt a saját egyenruha színe. És érdekes, hogy itt már ugye kék színről beszélünk, de például az osztrák császárság ugye a fehéret hordta, nyers színű egyenruhákat hordott. Például ugye a franciák ugye a sötétkéket, a poroszok a zöldet, az oroszok, az orosz birodalom szintén zöld volt, a britek ugye a vörös kabátosok, mm-hmm. és az úgy szépen föl lett egymás között osztva. Tehát nyilván az osztrák birodalom egy picit spórolt azzal, hogy a nyers színű, ugye fehér színű egyenruhát nem kellett festetni pluszba, hanem úgy önmagába fel lehetett használni. Kigondoltam volna, hogy... Ugye a posztót, de nyilván ebből kifolyólag ugye
nagyon hamar koszolódott az az egyenruha. Aztán ezt rájöttek, hogy az 1800-as évek közepe után, vagy a szabadságharc után kezdték el a fehéret megszüntetni, és ezt a sötétkék színű egyenruhát bevezetni. Két világháború közötti időszakot mutatja be, ugye a horthy hadsereget szimbolizálja, ugye itt már a tábori barna egyenruhaszín látható. Igen, egy őrkatona az őrbódé előtt, ez egy stilizált sorompót mutatunk be. Egyébként ez a kiállítási része az, ami a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban volt időszaki jelleggel kiállítva. Tehát annak nagy százaléka látható itt. Az eskü szent, igen, az ugye minden korszakra igaz. Ez itt konkrétan az 50-es évek magyar néphadseregét ugye mutatja be. Ugye a címerből, a vörös csillagból is ugye lehet az időszakra következtetni. Visszafordulunk, ez még ugye az előző monarchia korszaka, az ugye a szürke egyenruhák időszaka, az első világháború. Ugye erre az időszakra mondták, hogy ezek voltak az első perephez igazodó egyenruhák. De akkoriban nem úgy gondolkodtak, mint ma, hogy különböző színekből álljon össze ugye a terepszín, hanem ugye ezt a csukaszürkét, majd később ugye a tábori szürke színt vélték annak, hogy ez nagyon jól alkalmazkodik a terepviszonyokhoz, és ezért öltöztették át a teljes osztrák-magyar monarchia, a teljes birodalom. Különleges helyet kapott a magyar kártya. Azt gondoltam, hogy unalomüzőként a katonák játszották ezt a sportot, de ha jól tudom, nyilván játszottak vele, és használták is, de elsősorban ezek a kártyák ugye a hadsegélyző hivatalok által lettek kiadva. Oh. Tehát minden egyes megvásárolt pakli után ugye a hadi özvegyeket, hadi árvákat támogatták és segítettek, ugye rengeteg ilyen kezdeményezés volt az első világháború időszak alatt. Itt már egy kicsikét otthon érzem magam, dobtáros fegyverek, annak idején szigorú rendje volt, amikor ki kellett venni egy fegyvert, mikor mentünk valahova. Ez a mai napig így van, ugye ami ki van írva, hogy töltetlen fegyver nincs, az mindig is igaz volt, most is igaz és igaz is lesz. Emlékeimbe fölidézzük azokat a régi finom ételeket, amit annak idején kaptunk, szigorúan műanyag edény, moshatatlan vagy moshatós, de itt vannak. De mindenképpen törhetetlen, mert ez volt a cél, igen, hogy minél kevesebb úgymond menjen kárba. Hát az egészség az mennyire volt olyan, ami ezeknek köszönhetően nyilván azért ezeket ilyen magas hőfokon lehetett kezelni. Hát itt ugye a konyha, illetve ugye a legénységi étkezde. Valakit bezártak, úgy látom. Igen, a fogda, ami ugye szinte minden objektumban, katonai objektumban megtalálható volt egy időben. Nyilván aki vétett a elaludt szabályok ellen, vagy valamiféle olyan csin csinált, hogy aláírta a kimenő kis fogda. Hát, vagy éppen ugye dobbantott, és nem érkezett vissza időre. Igen. Vagy eltávról nem érkezett vissza, de vagy netán ugye valakivel összetűzésbe került a kocsmába, és ki kellett, hogy menjen az ügyeletes alegység érte. Hát ezek előfordultak. Utána itt, ha megnézzük a legénységi körletnek, ja, igen, így nézett ki, amiben benne nagy, volt. Nagy szekrénye látott, ugye, ami a sorkatonának ugye a ruházatát mutatja be. Gyakorlatilag ugye a kimenő ruhák, gyakorlók, fejfedők, minden megtalálható. Ja, hát lefekvés előtt ez a bizonyos fóka, igen, az autentikus szerintem, ugyanilyen volt ennek idején, amikor katonák voltunk. Minden esetre a ruha ugye, nem a műtős ruha, hanem ugye a pizsomája a katonának, hogy gyerekek sokszor mondják, hogy műtős ruhában van a bácsi, hát nem. Hanem ez volt a rendszeresített, ugye a vietnámi papucshoz hasonló, ugye gumi, ebből is volt többféle. És hát a dobkályhaszerű, ugye, amiben szigorúan tényleg. Igen, ugye mindig ugye körletben tartózkodóknak kellett gondoskodni róla, hogy a megfelelő hőmérséklet legyen a körletjükben. Gyönyörűen be is. Ugye a vaságy. Ugye annak idején, amikor az ügyeletes tiszt így szétdobta, mert valamit nem úgy talált rajta, ami kellett, igen, hogy nem úgy állt az a kis háromszög csúcsa. Igen, berepült a gólya. Igen, és akkor rögtön szétverte ugye a szoba berendezését. Ugye a stoki. Az is egy... Ugye elmaradhatatlan része volt ugye a körletrendnek. Na azok is ugye repültek a stokik néha. Igen, ugye az a kis műanyag széknek a ülőfelülete volt ugye a méret, hogy mekkorára kellett hajtogatni a gyakorló ruházatot, minek hol volt a helye. Szóval érkeztünk most, főhadnagy úr. Itt még azt mutatjuk be, hogy a sorkatonákat ugye nem csak a gyakorló téren képezték, hanem ugye olyan alakulathoz kerültek, például a tüzérséghez, akkor megfelelő ugye
tantermi oktatásban is részesültek, hiszen ugye olyan eszközöket kellett nekik megtanulni, kezelni, amik azért nem hétköznapi berendezések voltak, legyen akár ez egy rádió, vagy nyilván konkrétan a tüzérségi eszközhöz tartozó különböző lőszerek. Aztán pedig ugye a leszerelésnek a végjáték, amit ugye mindenki várt. Centit látunk? Hogyne, itt van. Ott lesz itt a centi, a centi, igen. Amit ugye mindenki várt, igen. Ugye attól függ, hogy melyik korszakban volt a katona, hogy két év után, másfél év után, egy év után, vagy éppen fél év után, ugye elkészültek ugye a kincstári lepedőkre, ugye a leszerelő zászlók, amit aztán ugye a lepedő költséget ugye ráhátékázták a fiatalokra. Igen. Kedves nézőink, lejárt a mai kultidőnk, köszönöm figyelmüket. Kulturális élményekkel újra várom önöket a jövő héten, addig is a viszontlátásra.